Nagyon nehéz évet hagyunk magunk mögött, minden frontról egyre nehezedik a nyomás hazánkra. Cigánybűnözők ontják a magyarok vérét, majd szabadon engedik őket, a nemzetközi LMBTQ lobby pedig már gyermekeink lelkét támadja, határon túli testvéreink feje fölött is egyre sötétebb az ég, hiszen az állami szintű ukrán elnyomás és az örök román sovinizmus egyre erősödik, ráadásul a koronavírus évében egyre nehezebbé vált a megélhetés a magyar családok számára. Az internacionalista baloldal pedig Gyurcsány Ferenc vezetésével készül vissza a hatalomba, és ez ellen az áljobboldali, álnemzeti félmegoldások nem elegendőek. Fel kellene adnunk? Reménytelen volna a helyzetünk? Lánglelkű püspökünk Prohászka Ottokár mondta, aki morzsákkal beérni nem tudja, aki egy kardért lemondani mindenről nem tud, annak nincs missziója az igazság szolgálatára. E gondolat legyen útmutatás számunkra, soha ne adjuk fel. Soha ne szűnjünk meg bízni a szebb magyar jövőben, hiszen egész történelmünk a folyamatos küzdelemre tanít minket. Tehát rendet és közbiztonságot akarunk, felvesszük a küzdelmet a sátáni LMBTQ lobbival, kiállunk minden magyarért szerte a Kárpát-medencében, és tisztességes béreket, kiszámítható jövőképet akarunk minden magyar ember, minden magyar család számára. Van tehát remény, van harmadik út, ez a mi hazánk. Viszont a mi hazánkat csak együtt, közösen tudjuk építeni, ezért gyertek közénk, mutassuk meg a csak azért is magyar virtust. Nem kérünk az elmúlt 30 év hazugságaiból és gyalázataiból, nem kérünk egyik nagy politikai tömb áporodott üzeneteiből sem, ahol erénynek akarják feltüntetni a hazaárulást és a köpönyek forgatást. Mi sohasem mondtunk mást, mint amit ma is mondunk, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ennek szellemében kívánok én is sikerekben gazdag, boldog új esztendőt, és ne feledjük, a világ változhat ugyan, de mi sohasem változunk, hanem a világot változtatjuk meg, és ezért a jövő a miénk, fel a győzelemre!